Megnőtt a forgalom a gumiszervízekben, még most érdemes lecserélni a nyári abroncsot. Az ünnepek előtt megnő a lopások, betörések száma, fokozott figyelemre intenek a rendőrök. Plüssmaciért élő macit. Adventi akcióba kezd a pécsi állatkert. A holokauszt embermentői, a magyar zsidóság spanyol megmentőire emlékeztek Pécset. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. A hajnali órákban már életveszélyes lehet nyári abroncsokkal közlekedni, és a hó is leeshet novemberben. Emiatt megnőtt a forgalom a gumiszervízekben, még nagyobb rohan várható, ha csúszósá válnak az utak, vélik a szakemberek. Azt javasolják, aki nem tette meg, mihamarabb jelentkezzen gumicserére. Helyére került a téli gumihezen az autón. A pécsi szervízben csúcsforgalom volt kedden reggel. A polcokról egymás után vitték az abroncsokat cserére. Az időjárás már megköveteli a téli változat használatát. Tele van lamellával, forgásirányos, és hát a téli guminak annak más a gumikeveréke. Tehát ez azt jelenti, hogy a mínusz 17-20 fokba sem keményedik meg, és így tapad a nyári gumival szemben. A nyári gumi ilyenkor, amikor mínusz van, akkor már életveszélyes, mert megkeményszik. A szakember úgy satszolja, hogy náluk az állandó ügyfélkör 80%-a cserélte le eddig a nyári abroncsokat. Akinek még nyári gumi van, az vészhelyzetre számíthat, mert a hó az bármikor leesett. A hidak felüljárók reggel le vannak fagyva, szélvédők be vannak fagyva, tehát ilyenkor már nyári gumival, különösen hajnalban életveszélyes a közlekedés. Tehát azt ajánlom, minél hamarabb szereltessen fel téli gumit, még mielőtt le nem esik a hó. Ha leesik a hó, akkor nagyon nagy lesz a sorbálás. Ide is körülbelül 200-300 autót várnak még, de városszerte megnövekedhet a szervizek forgalma, ha egy hirtelen fagyás vagy hóesés miatt ennyien egyszerre jelentkeznének a gumicserére. Mindemellett 7 Celsius fok alatt ajánlott a téli gumi, a következő hetekben pedig a napi maximum hőmérsékletek sem lesznek ennél magasabbak. Elérte a járvány küszöböt az influenza-szerű megbetegedések száma, közölte az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár. Szentes Tamás hangsúlyozta, hogy már minden házi orvosnál elérhető az ingyenes védőoltás. Hozzátette, a megkapott vakcináknak csak jótékony hatása lehet, kiemelte, hogy így akár a járvány ideje alatt is beadható az oltóanyag. Utalt arra, hogy az influenza szezon általában január közepén kezdődik, és mintegy 2 hónappal később ér véget. A helyettes államtitkár arról is beszélt, minden évben az egészségügyi világszervezet határozza meg, melyik 3 komponens kerüljön be a vakcinába, melyik 3 véd a legnagyobb valószínűséggel a kitörő járvány ellen. A védőoltást kérők számát pedig mindig nagyban befolyásolja, hogy mennyire volt eredményes az előző évi vakcina. Várhatóan még idén decemberben jelenik meg a Földművelésügyi Minisztérium által kidolgozott program, mely hazai forrásból kerül finanszírozásra, és melyben 2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatás áll rendelkezésre. A programra önkormányzatok pályázhatnak projektenként 10 millió forint értékben, így a projekt eredményeképpen várhatóan mintegy 200 település jut fejlesztési forráshoz. A várható főbb elszámolható költségek a zárt kerti utak járhatóvá tétele, a víz vételi lehetőségének biztosítása, az áramvételi lehetőségek biztosítása, illetve a vadvédelmi kerítések telepítése. Az ünnepek előtt minden évben megnövekszik a vagyon elleni bűncselekmények száma, hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ilyenkor főleg a zseblopások, illetve az autófeltörések kerülnek előtérbe. A szakemberek azt tanácsolják, a zsúfoltabb helyeken egy pillanatra se tévesszük szem elől pénztárcánkat vagy mobiltelefonunkat, illetve az autóban sem hagyjunk értékeket látható helyen. Ilyenkor a betörések is gyakoribbá válnak, hiszen a bűnelkövetőknek is közelít a karácsony, ilyenkor nekik is előzetesen az anyagiakat meg kell szerezniük, illetve sokan elutaznak a karácsonyi ünnepek idején. Ilyenkor nem célszerű közzétenni azt, hogy nem lesznek otthon, tehát hogy üresen marad a lakás. Célszerű megkérni egy szomszédot, barátot, hogy látogassa rendszeresen az ingatlant. Esetleg érdemes olyan módszereket alkalmazni, amiktől úgy tűnik, mintha lennének a lakásban, tehát időkapcsolós lámpákat lehet elhelyezni, amik a világítást, illetve akár zenét is kibe kapcsolnak, tehát így olyan látszatot kelthet a tulajdonos, mintha otthon lenne. Egy személygépkocsival közlekedő 66 éves pécsi férfit igazoltattak a rendőrök november 27-én Pécset. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív jelzést adott, ezért a rendőrök előállították további mintavételre. A férfi a rendőröknek elmondta továbbá, hogy vezető
engedéllyel nem rendelkezik. A gépkocsi vezető ellen a pécsi rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást. Ugyanezen a napon egy 74 és egy 47 éves férfit is igazoltattak a rendőrök Siklóson, de egy 54 éves férfinél is pozitív jelzést mutatott az alkoholszonda Maráza területén. Ellenük a siklósi és a mohácsi rendőrkapitányság nyomoz ittas járművezetés miatt. Már december elejétől megvásárolhatók elővételben a 2018-as E-matricák. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlése szerint az először tavaly év végén elérhetővé tett szolgáltatás rendkívül népszerű volt. A Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató kimutatásai alapján az érvényességi idő kezdete előtt összesen 76 ezer országos vagy megyei matrica kelt el csaknem 1,1 milliárd forint értékben. Az elővételben megváltott úthasználati jogosultság 2018. január 1-től 2019. január 31-ig tart. Életveszélyes sérülést okozott egy biztonsági őr a tavaszi pécsi egyetemi napok rendezvényén egy fiatalnak. A vádlott úgy meglökte a sértettet, hogy az orvosok nyílt koponyatörést állapítottak meg nála. A biztonsági őr tettéért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A Baranya megyei főügyészség életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen. A vádlott 2017 tavaszán a pécsi egyetemi napok egyik rendezvényén úgy meglökött egy fiatalembert, hogy az a földhöz csapódva nyílt koponyatörést szenvedett. A vádlott biztonsági őrként dolgozott a pécsi egyetemi napok egyik rendezvényén, ahol részt vett a későbbi sértett is egy budapesti illetőségű egyetemista, akit az esemény folyamán, az este folyamán nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztott, ettől ittas állapotba került, az ittasága miatt pedig a viselkedése okán őt a rendezvénynek a helyszínéről ki is kellett vezetni. A sértett egyik barátja, illetve a vádlott kísérték ki a helyszínről az egyetemistát, ekkor történt az összetűzés. Amikor azonban a vádlott elengedte az ő karját, akkor a fiatalember, a budapesti egyetemista indulatosan szidalmazni kezdte a biztonsági őrt, aki ekkor egy nagy erejű mozdulattal homlokon ütötte. A fiatal nyílt koponyatörést szenvedett, így a biztonsági őr közvetetten életveszélyes testi sértést okozott. Az elkövetőt 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik a bűncselekménye miatt. Az egészségügyi világszervezet szerint az európai országokban az elkövetkezendő időszakban növekedni fog az elhízás mértéke, és ez alól csak kevés ország kivétel. Lédia Lázari, magyarországi irodája vezetője úgy véli, átfogó intézkedésekre van szükség a probléma leküzdésére, és örömmel tapasztalja, hogy Magyarország sokat tett a gyermekkori elhízás megelőzése érdekében. Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, az elhízás visszaszorítása nem csak az egészségügyi ellátórendszer feladata, mindenkinek van benne szerepe. Ha a jelenlegi trendeken nem tudunk változtatni, akkor néhány éven belül 2 millió ember fog valamilyen krónikus betegséggel küzdeni. Erős digitális immunrendszerre van szükség, fogalmazott a Magyar Időknek adott interjúban az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. Illés Boglárka alaknak azt mondta, a digitális világ, ahova egyre fiatalabb korosztályok lépnek be, hatalmas lehetőségeket rejt. Ugyanakkor bővül a lehetséges veszélyek tárháza is, például adatlopások, online zaklatások formájában. Úgy vélte, útmutatást kell adni a szülőknek ahhoz, hogyan védhetik meg gyermeküket. Jótékonysági akcióba kezd a pécsi állatkert. A szegény sorsú családok gyermekeit akarják így segíteni karácsony közelettével. Játékokat gyűjtenek a látogatóktól, hogy tovább tudják adni az adományokat. Cserébe a zoo kedvezményt ad a jótevőknek. Plüssmaciért élő macit. Ezt az akciót hirdette meg a pécsi állatkert kedden. A nagy családosokat akarják segíteni így karácsony közelettével. Ez az akció lehetőséget kínál arra, hogy akár a tagjaink, vagy azok, akikkel mi kapcsolatban vagyok, azok vagyunk, azok a családok is ajándékhoz juthassanak, és azok a gyerekek is érezhessék azt, hogy valami olyan meglepetésben részesülnek, amire nem számítottak, és ez nyilván nagyot vált ki belőlük. De hogyan lesz a plüssmaciból élő maci, vagyis kedvezményes belépőjegy az állatkertbe? Erről a zoo igazgatója beszélt. Hagyományteremtő szándékkal szeretnénk idén elindítani, közösen a Székesegyház Nagycsaládos Egyesületével azt az akciónkat, amikor advent első vasárnapján adományokat gyűjtünk a látogatóktól, aki pedig egy adománnyal ajándékozza meg az állatkertet, az egyesületet, illetve rajtunk keresztül a rászoruló gyermekeket, rászoruló családokat, őket 500 forintért várjuk ide az állatkertbe, 500 forintért kedvezményes áron tudnak aznap jegyet váltani.
Siptár Dávid elmondta még, érdemes kilátogatni télen az állatkertbe. Ilyenkor más életciklusban láthatják az állatokat a látogatók a télire kialakított szállásaikon. Ángel Sanz Brízre, a budapesti angyalra emlékeztek Pécsett kedden délután. A spanyol diplomata 1944-ben mintegy 5000 magyar zsidót mentett meg a holokausztól úgy, hogy számukra spanyol útlevelet biztosított. Tiszteletére a holokauszt embermentői címmel rendeztek konferenciát, ahol a megbízott nagykövet életéről és munkásságáról tartottak előadásokat. Az eseményen többek között a mai spanyol nagykövet is részt vett. A pécsi zsidó hitközség főrabbia szerint azonban a konferencia többről szól, mint egyszerű megemlékezésről. Nem csak ezért fontos a nagykövet úrnak, hogy megemlékezzen az elődjéről, a vészkorszak idején 1944-ben itt tevénkedő nagykövetről, vagy megbízott nagykövetről, hanem pontosan azokból a gondolatokból indulhat ki, amikor őről megemlékezik, és nem ma, hanem már 2016-ban, amikor felállították az emlékművet Budán, a harmadik kerületbe, akkor is arra gondolt már, hogy a vészkorszak az mindig bekövetkezhet, lehet, hogy nem Európában, lehet, hogy máshol, és azokat az embereken segíteni kell. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Kettős céllal szervezett fórumot a paksi önkormányzat. Egyrészt, hogy helyzetbe hozza a szolgáltatási szektor szereplőit a Paks 2 beruházás, illetve az annak kapcsán érkező vendégmunkások ellátása tekintetében. Másrészt, hogy segítse az orosz és később a külföldi munkavállalók beilleszkedését. A fórumon az Atomstroj Export paksi fiúk telepének vezetői beszéltek arról, hogy a hétköznapi életüket milyen akadályok nehezítik. Jelenleg 70 orosz munkavállaló dolgozik Pakson, állandó munkatársak és kiküldetésben lévők. Számuk év végére eléri a 100-at, majd egy év alatt megduplázódik. Az építkezésre 2500 orosz dolgozó érkezik Paksra, de jönnek más nemzetek képviselői is. A mostani becslések szerint családtagokkal együtt 10 000 főre lehet számítani. Ha ránézek ma a városra, akkor azt tudom mondani, hogy a város még nem kezdte el a felkészülést egy ilyen óriási méretű építkezésre. Biztosítani kell ezeknek az embereknek a lakhatását, gondoskodni kell az élelmezésükről, a szabadidejük eltöltéséről. Ahhoz, hogy zökkenőmentesen menjen a munka, új utakra lesz szükség, mondta a fióktelep vezető. Arról is beszélt, hogy olyan hétköznapi problémákkal szembesülnek most, hogy ma még nem lehet oroszul taxit hívni, ételt házhoz rendelni. Nincs kiírva orosz nyelven, hogy milyen üzlet, milyen szolgáltatást nyújt. Az volt a célunk, hogy a szolgáltató iparban dolgozók, tehát a kisvállalkozók első kézből kapjanak információt a várható igényekről. Nagyon örülök, hogy az orosz fél kezdeményezésére létrejött ez a szolgáltatói fórum. Ehhez hasonló rendszeresen lesz a későbbiekben is, hogy a paksiak, illetve paksi vállalkozások ismeretekkel rendelkezzenek arról, hogy milyen hatással lesz az erőműépítés a város életére. Kovács Sándor alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy korán sem csak az atomerőmű építése jelent kihívást, illetve lehetőséget, hanem az a nagyon komoly városfejlesztési program is, amire az önkormányzat készül. Az önkormányzat célja az, hogy elsősorban a paksi vállalkozók legyenek ennek mind a két projektnek, ugye a városfejlesztésnek és a Paks 2 fejlesztésnek a nyertese. A paksi önkormányzat ezért vállalkozás ösztönző programok indítását, városkártya bevezetését tervezi. A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak ellen világnapja alkalmából szervezett programot a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. Több szervezettel közösen a családon belüli erőszakra és a gyermekek jogaira hívták fel a figyelmet. Családon belüli erőszak volt, az apukával megromlott a kapcsolatunk, féltékenység volt és igazából bántalmazott, megvert. Tavaly ősszel érkezett a kaposvári Borostyán Virág anya otthonba ez az édesanya 3 gyermekével. Férje kezdetben verbálisan bántalmazta, utána következett a tetlegesség. Volt minden pofon, ököllelütés, minden, ami ebbe beletartozik éppen, rugás, volt minden. Az asszony hamar néhány hét alatt döntött úgy, hogy nem akar abban a kapcsolatban maradni, s segítséget kér. Így került az anya otthonba. Mint mondja, elsősorban a gyermekeit szerette volna megvédeni. Ők az egészet szerintem érzékelték, azt is, hogy eljöttünk, meg azt is, hogy bántalmazás volt, hogy az apukával nagyon megromlott a viszony. Minden családnak az alappillére az édesanyja, a nők. Ha ezt az alappillért
bántalmazás, akármilyen atrocitás éri, legyen az fizikális, vagy legyen az mentális, akkor ez az alappillér meg fog inogni. A nők elleni bántalmazás megszüntetésének világnapja kapcsán Kaposváron arra hívták fel a jogvédő szervezetek a figyelmet, hogy még mindig sok bántalmazott nő él hazánkban, akik már mernek segítséget kérni. Somogy megyében több olyan egyesület és alapítvány működik, amelyik menedéket tud nyújtani nekik. A Borostyán Virág anyaotthonban jelenleg 10 anyuka él a gyermekével, más-más okból kellett az otthonukat elhagyniuk. Könnyű testi sértés az, ami jobbára előfordul, de hát amikor elkezdünk velük beszélgetni a szociális segítő munka során, akkor kiderül, hogy nagyon vegyes történetek vannak egészen a gazdasági kizsákmányolásig. Azért, hogy a bántalmazott édesanyák és nők könnyen segítséget találjanak a közeljövőben, egy krízisambulancia is segíti majd a rászorulókat a megyeszékhelyen. A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak ellen világnapja alkalmából szervezett programmal a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának célja, hogy megismertessék, melyik szervezetekhez fordulhatnak segítségért a bajba jutott nők. Hazánkban minden ötödik családban történik erőszak, s akár 30-35 tetleges bántalmazást is eltűr egy nő, amire segítséget mer kérni a jogvédő szervezetektől. A disznóvágások hangulatát igyekeztek idézni a hagyományos Szennai Hurka Fesztiválon. A programon, ahol a csapatok a legfinomabb hurkáért járó címért versengtek, bárki beleshetett a hurka készítés fázisaiba. De nem csak a zsűri tagjai, hanem a kilátogatók is megkóstolhatták a finomságokat. Volt, aki a pikánsabb, más a hagyományos ízvilágra esküdött. Reggel óta szorgosan dolgoztak a csapatok Szennában, mindenki a saját ízlése szerint készítette a hurkát. Mi úgy csináljuk, ahogy ezt már több évtizede kitalálták a legegyszerűbb módon, só, bors, paprika, jó sok majoranna és kellő bátorság. A somogyi betyárok visszajáró versenyzők már a Szennai Hurka Fesztiválon, ahol idén 15 csapat indult. Csökölyből először neveztek. Ők azt mondják, a fűszerekkel nagyon óvatosan kell bánni, és nem szabad kisporolni az alapanyagokat. Az alaplébe ezért is tették bele a disznó fejét, a tüdejét, a szívét és a bürkét. Amikor kiszedjük, amit itt is látható, kiszedjük belőle a csontokat, az egészet ledaráljuk, és ezt majd az avalében elkészült rizssel, amit mi kásának nevezünk, azzal összekeverjük, vért teszünk hozzá, sóval, borssal, paprikával, erős paprikával, borsikafűvel, fokhagymával ízesítjük, és gyakorlatilag ezt töltjük be a bélbe. A csökölyi csapat végül a meleghurka kategóriában a második helyet szerezte meg. Minden induló igyekezett saját ízvilágával megnyerni a zsűrit, de nem csak az ítészek kóstoltak, hanem a kilátogatók is. Már nyerő jöttünk. Kifejezetten a hurka fesztivál miatt? Igen. Nem azért, hogy együnk, hanem csak azért jöttünk. Minden évben így vagyunk. Mindenki máshogyan szereti a hurkát, de a fontos, hogy az ízek összhangban legyenek, vallják a kóstolók. A hurkát érezzem, ne a fűszereket, a fűszereknek az összességét. Legyen egy kis bors, ez az, amaz. 11 éve hívták életre a Hurka Fesztivált Szennában, hogy télen is kínáljanak programot a Zsedici kis faluban. Ma már nem csak a környékről, hanem az egész megyéből érkeznek csapatok és látogatók. Az volt az alapötlet, hogy egy ilyen népi ételt bemutassuk, mint a hurka készítés, hiszen ez a disznóvágásnak az egyik mozzanata, amikor már minden elfogy, ugye feldolgozzuk a disznót ugye a disznóvágáskor, és a végén pedig ugye hát marad a megmaradt dolgokból kell nagyon finomat készíteni. Az idei hurka fesztiválra 1,4 km hurkát töltöttek be a faluban, így a zsűri mellett a kilátogatók sem maradtak éhesek. Szálka lett a legszebb falu Magyarországon 2017-ben. A lélekszám szerinti kategóriákban zajló versenyre mintegy 300 települési önkormányzat jelentkezik évente, közel 3 millió lakost mozgósítva. Júniustól augusztusig mintegy 100 területi zsűritag végezte a 312 település helyszíni bírálatát. A Virágos Magyarország versenyen való részvétel élénkíti a helyi turizmust is, hiszen a megszépülő tájak és települések vonzóbbá és ismerté válnak a turisták számára. Ezzel a díjjal büszkélkedhet mostantól Szálka község. 4 település nagyság szerint osztották ki a Virágos Magyarországért díjat. A bírálóbizottság tagjai nem csak arra voltak kíváncsiak, mennyire virágos a pályázó település, mondta Pálfi János polgármester. Nem csak a virágosságról szólt ez, hanem magáról a település képről, a település összhangjáról, a település színeiről, a településen lévő fákról, a virágokról, a közintézményekről, a közintézmények állapotáról, valamint a környezetről, amiben beletartozik ugye a Szálka tó is,
valamint nézték a katolikus templomot, a temetőt, mindent összességében, úgyhogy nem csak a virágról szólt, hanem összességében a településről, hogy a település milyen állapotban is hogy néz ki. Mindez, ami most Szálkát jellemzi, egy 15 éves munka eredménye, amiben a helyi rendeletektől a palántázásig sok minden benne van. Ma már nem lehet csicsás házakat építeni, mert a helyi építészeti rendelet ezt is korlátozza. Megszabja a település színeit, de azt is, hogy kinek milyen kötelességei vannak a rend fenntartása érdekében. Én azt gondolom, hogy ez egy rang. Reklámokban lehet használni, nem is kicsit talán, és mi ezt fogjuk is. Természetesen, hogy aki Szálkára látogat, az lássa, hogy azért mégis olyan településen van, ahol már egy országos verseny első helyezetti díjat nyertünk. Jövőre, mint győztes, jogot nyert a település az európai versenyen való indulásra. A helyiek örülnek az elismerésnek, de azt vallják, ma már természetes számukra, hogy ilyen környezetben éljenek. De a díj egyfajta visszajelzése az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek. Maratonnal és félmaratonnal zárták a szezont a Futók Balatonnál. A siófoki megméretetésen több szakaszban teljesítették a kitűzött távokat az indulók. Idén több mint 6000-en álltak rajthoza két nap során. Bemelegítéssel teltek a rajt előtti utolsó pillanatok a siófoki futóeseményen. Remélem, hogy elég lesz ennyi bemelegítés. Egy órája már itt próbálkozok az izmaimat melegen tartani. Sokan már visszajáró futóként neveztek a szezonzáró versenyre. Már a negyedik, azt hiszem ez a negyedik. Minden évben jövünk, igen. Hiába a csípős hideg, a Balatonparton pedig a szél, ez sem szegte kedvét a futóknak. Volt, aki viszont első 21 kilométerére készült siófokon. Remélem, asszorválni lehet egész jól, úgyhogy bízok magamba, meg a barátomba. Akkor együtt futják? Igen, igen, ha minden igaz, hogyha... Ha sikerült tartanom a tempót 20 kilométeren keresztül. A hétvégén több mint 6000-en álltak rajthoz a különböző távokon, hogy mozgással zárják a futóévet. 3, 2, 1, a maraton és a félmaraton mellett kisebb távokon is rajthoz állhattak az indulók, akik a Balatonparton és Siófok belső utcáin is rótták a kilométereket. A profik, a rutinos futók mellett sok hobbi sportoló állt rajthoz. A szervezők azt vallják, ez főként az amatőrök eseménye, akik a mozgás szeretete miatt neveznek a távokra. Mi azt próbáljuk súlykolni, hogy az egészséges életmódot folytassák az emberek, ne csak a fotelbe ülve nézzék azt, hogy mások sportolnak, hanem jöjjenek, és a félmaraton abszolút, hogy mi azt mondjuk, hogy a leküzdhető távolság, a legyőzhető távolság, tehát erre egy ilyen két hónapos felkészüléssel is el lehet jönni. A 2018-as futószezon első nagy eseménye a hagyományos Balaton szupermaraton lesz. A tókerülő futást március 22 és 25-e között rendezik. A régió hírei után a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Megnőtt a forgalom a gumiszervízekben, még most érdemes lecserélni a nyári abroncsot. Az ünnepek előtt megnő a lopások, betörések száma, fokozott figyelemre intenek a rendőrök. Plüssmaciért élő macit, adventi akcióba kezd a pécsi állatkert. A holokauszt embermentői, a magyar zsidóság spanyol megmentőire emlékeztek Pécset. Szerdán napközben többfelé kell csapadékra számítani, az esőt északon és a Dunántúl magasabban fekvő területein válthatja fel havas eső, havazás. Mérsékelt lesz a délkeleti szél, délután 0 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig keressenek bennünket a Facebookon is, viszontlátásra!